Nem egy komment cicaharcom volt már olyan motorosokkal, akik folyamatosan úgy állnak hozzá a motorozáshoz, ő mindent jól csinál. Ő betartja a kreszt, és az az első. És onnantól kezdve a kreszt betartod, akkor nem lehet problémád, mert az garantálja. Annyira kurvára óriási tévedés az, hogy a kresznek a betartása az megvéd téged mindentől. Rengeteg dologban van elmaradva a kreszt. Jobbra tartási kötelezettségtől kezdve sorolni tudnám, hogy mik azok a problémák, amelyekkel már, mivel nagyon sűrű a közlekedés, találkozunk folyamatosan minden nap motorosként, és teljesen másfajta megközelítéssel kéne most már a motoros oktatást csinálni az alapoktól. Olyan jellegű problémákra nem készítik fel a motorosokat sehol, hogy mi van akkor, amikor van egy komoly vízátfolyás. A kanyar kellős közepén. Akkor mit csinálsz? És a legtöbb nagyon okos motoros az azzal jön, nem kell gyorsan menni. Mi az a gyors? 70-80 km per óra? Egy kanyarban egy porosabb aszfalton? És fékezni kell? Nem fogsz tudni fékezni. Nem fogsz tudni lassítani. És be kell tudnod venni a kanyart. És a víz azért nagyon szemétláda, mert akkor mész egy bizonyos dőlésszöggel, és esetlegesen nem csúszol meg a vízen, akkor megcsúszol a víz utáni poros részen, mert a gumi oldala, vagy az a része, ahol te rátetted, tiszta víz lesz, és ugyanazon a gumi felületen mész tovább, összekapja a port. Én láttam a saját szememmel esést ebből, hogy 2 méteres vízátfolyáson 70-nel átment az ember egy enyhe dőlésszöggel, és úgy pofára esett a víz után 5 méterrel, mint a húzat. Mert ott lett olyan, hogy a port összekapta a víz, a savas lett a gumi. Egy olyan motoros jön most, aki egyébként nem szágoldozik. Az út szinte majdnem egyenes. Épp, hogy egy olyan enyhe kanyar van, hogy 5000-re lehetne venni, de pont a kanyar kellős közepén van egy hosszú vízátfolyás. Nézzétek meg, mi történik. Megy a motoros. MT-09, jól nézem. És zsú, és elúszik a motor. Figyelj, visszaismétlem. Nézzük meg még egyszer. Visszaváltogat. Motorfék, nagyon jó. És dőlésszöggel rámegy a vízre. Ha van lehetőséged, akkor ne menj rá dőlésszöggel vízre. Ez ilyen egyszerű. Csak ahhoz tudni kéne azt a fajta technikát, hogy hogy lehet kanyarodni egy enyhe kanyarba függőleges motorra. Mert abban a pillanatban a kicsi dőlésszög el tudja vinni a kereket, az első hátsót, a függőleges gumi, hogyha súlyponttal kanyarodsz, akkor meg nem. Bármikor jöhet olyan fajta csúszós útfelület, vízátfolyás, kavicsfelszorodás, falevelek az úton ősszel, összetiport gyümölcsök, autókra lepotyogó dolgok, 5000 féle dolog, ami azonnal elcsúsztatja a motorodnak az első hátsó kerekét. De hogyha van ezt észleled, és van rá egy másodpercet, és nem a vészféket tolod be, mert abban nem lesz jó történet, hanem tudod, hogy a súlypont áthelyezés mellett a motor irányítási módja az milyen érzetet kelt, mert azt már gyakoroltad 1000-szer. Nálam a súlypont képzésen mennek ezek a fajta gyakorlások, konkrétan az ilyen eseteknek a kivédésének a gyakorlása megy, hogy hogy kell megszüntetni a motornak a dőlésszögét arra az időszakra egy kanyarban, amíg áthaladsz a vízátfolyáson, kavicsfelszorodáson. Beletolsz a motorba, és utána vissza. Csak ez, hogy milyen fázisa van, hogy kell ezt megcsinálni, hova kell vezetni a motort, amikor ilyet látsz, hogy lehetőleg az úton maradjál, és azáltal, hogy föl emeled a motort, a súlypont miatt még mindig lesz egy kicsi ív tartása a motornak, de nem olyan, mint amikor van súlypontozás is, meg motordőlészög is, tehát mindenképp ívet fogsz veszíteni, csak akkor nem mindegy, hogy a csúszós felület előtt milyen pozícióból kezded el a motornak az irányát, hogy mész át a csúszós felületen. Ez mind le van írva a kanyarodás, vagy a kanyarvadászat könyvben. Le van fotózva és grafikával le van írva jobbos-balos kanyaroknál, mit kell nézz, mikor kell döntést hoz, mikor milyen döntést hoz, hogy kell súlypontoznod, hogy kell átmenned, hogy kell irányítani a motort úgy, hogy a csúszós felület után és a saját sávodban maradj a lehető legnagyobb biztonságban. Ez a motoros, ennek kurva nagy mákja volt. De az, hogy ő látszik rajta, hogy nem egy fakező, mert már visszaváltogat a kanyarőt, motorféket használ, és utána rádönti a vízre, ez ilyen tapasztalathiány. Nincs olyan tapasztalata, nyugodj vele, ezek után még egyszer meglát egy ilyen vízátfolyást, soha többet nem fogja ledönteni a motort. Ebben biztos vagyok, csak nem lehet tudni, hogy tudja az, mi az a megoldás, hogy egyébként mindenféle komolyabb fékezés meg para nélkül ezeket a fajta felületeket meg lehet csinálni úgy, hogy szinte észre sem veszed.